Azt tudom, hogy 4 percem van rá, és nem tudom, hogy ez elég lesz arra, hogy mindezt összefoglaljam. Ez egy izgalmas pillanat, amikor az ember kiáll a színpadra, biztosan izgatott leszek, de mivel egy hosszú folyamat vezett el odáig és készül rá az ember, ezért szerintem egy alig várja, hogy megoszthassa a többiekkel azokat a gondolatokat, amikkel készül. Ez egy nagyon jó projekt, ami lehetőséget ad a magyar fiataloknak is, hogy megpróbálják átadni az ő gondolataikat másoknak, hogy szárnyra kapjanak azok az ötletek, azok az ideák, azok az eszmék, amik őket mozgatják, az ő sorsukat irányítják, és ezáltal másokat is inspiráljanak és jobb irányba tereljenek. A TED-nek a szlogenje az angolul, hogy ideas worth spreading, vagy hogy olyan gondolatok, amiket, olyan ötletek, amiket érdemes terjeszteni. Szerintem ez erről szól. Egységnyi idő alatt sokkal több minden információt vagy gondolatot kapok, és utána tudok nézni annak, ami ebből igazából érdekel. Azok a sztorik érdekesek, amik az embereket érzelmileg meg tudják érinteni valamilyen módon, vagyis a saját maguk kapcsolódását ahhoz a sztorihoz megtalálják. Van mondani valója, fel van építve az elejétől a végéig, és részleteiben is megérthető. Szerintem akkor jó egy TED-es előadó, hogyha meg tudja fogni azt, aki hallgatja, hogyha egy új inspiráló gondolatot tud elültetni a fejében, amitől más emberként jön ki az előadásról, mint amiként bement. Kinyitja a megosztásra érdemes gondolatokat az emberek felé, és ez a legfőbb profilja, amire nagyon nagy szükség van nyilván, ahogy fejlődik a világ, és egyre jobban bezárkózunk, ez pedig inkább az inverse változatát mutatja az embereknek. Nagyon sok lehetőséget ad olyan emberek számára, mint akár én is, hogy tényleg vagyunk egy történettel, egy sztorival, és tudunk inspirálni embereket. Ugye azt egyre inkább tudjuk manapság, hogy az egy dolog, hogy van egy jó ötleted, arról kell is tudni beszélni. Vannak olyan intézmények, ahol valaki eljuthat a záróvizsgáig úgy, hogy ez az első szóbeli vizsgája és prezentációja. Nálunk ez nem így van. Metropolitannek nagyon fontos a gyakorlatorientáltság, hogy olyan soft skill-ekkel, képességekkel, készségekkel ruházzuk fel a diákjainkat, amiket aztán alkalmazni tudnak, és az, hogy egy ember jól tudjon előadni, a szoros része ennek. Sok kurzusunk is foglalkozik vele, és nagyon örültünk, hogy ugye a TED-del közösen meg tudtuk szervezni ezt a konferenciát.